Sziasztok srácok, itt újra Detroit. Folytatjuk is a Monster Hunter World-nek a story módját. Ugye az előző epizódban találkoztunk a Kestodonokkal és a Great Jagrasszal, más néven a zöldök a gyíkkal, és egy átvezető keretein belül találkoztunk a Puki Pukival. Most megnézzük, hogy vajon őt kell elintézni a következő küldetésben. Jó, és akkor most visszamegyünk ugye a bázisra, és itt mi lesz? Ja, találtunk valami bazi nagy nyomot. Wanna get going? Once the camp is set up, you can go after that puke. És valami provision managerrel kéne beszélni. Gondolom, majd úgyis mutatja, hogy hova kéne mennem. De te még itt beszélsz nekem. Jó. Aha. Veletek kéne akkor beszélni. És megint ott egy ilyen sárga felkiáltó jel, aminek célja ismeretlen továbbra is. Oh, you are too good to me. Oké. Okay. És valami camp, tábort kell majd visszaállítanom. Elvileg, vagy felállítanom, vagy ilyesmi. Aha, újra kell építeni. Újra kell építeni, oké. Okay. És akkor vannak ilyen bounty-k. Jó. És akkor most be kell pakolgatni ezeket. Aha, hát ezek ilyen mellékküldetéseknek tűnnek, ugye. Research pontot, meg ilyen armort felkapunk érte. Kritikálva meg ugye betette akkor ezt a camp újraépítési építőset. Okay, let's get this expedition underway. Meet me at the gate. Good luck. És még mindig nem derül ki, hogy ez tulajdonképpen mire is jó, ez a kis sárga felkiáltója, de akkor induljunk is meg egy expedícióra, hogy visszaállítsuk a tábort. Jó, igen. Tehát láttam, oldalt mutatja amúgy, hogy milyen szörnyeket ismerünk az adott területről. Te nekem most kettőt dobott fel, hát a másik az szerint, nem tudom, lehet azt láttuk az intróba is, amikor ugye kicsit megtépázta ezt a Great Jagrast. Ugye ez egy cseppet nagyobb volt azért. Na hát mondjuk vele még most nem szeretnék összefutni, mert nem hiszem, hogy le tudnám gyűrni. Bár ahogy látom, most pont az lesz a feladat, hogy futkossak itt a az erdőbe. Aha, lehet grillezni is, és akkor ha megeszed, akkor azzal tudod növelni a staminádat, és az aptonatokból tudsz húst szedni. Aha, őt kell követni. Your wildlife map keeps track of where you are and where the scout flies are taking you. You can also use it to keep tabs on monsters. Waypointot kirakni, és akkor így megkövetem. Aha, oké, és akkor a scout flies-ok, vagy mik ezek, ezek el is vezetnek hozzá. Mondjuk most itt vannak ezek a sárga felkiáltó jelek, amikről továbbra sem tudom, hogy micsoda. Ez most újra kezdte, vagy megint miért találok idegen nyomokat. Lehet, hogy valami, megint valami, ó, itt a Jagrasz. Aha. Hát ezt most így jó ne lengel, akkor nincs para. Megjegyezte, hogy szétdaráltam az arcát. Megint ugye mindenféle footprintek. Ez valami nagyobb volt, és az a baj, hogy valami nagyobbal én még nem szeretnék összefutni, mert egyelőre még csak a campsite-ot akarjuk megkeresni. De azért a nyomokat gyűjtjük, mert ahogy látom, hogy gyűjtögeti őket, szóval gondolom lesz valami eredménye is annak, hogyha összeszeded. Meg ad research pontokat, amiről még nem tudom mire jó, de valamire biztos el lehetne költeni.
most beszélj hozzám a cica. Vagy nem. De. Érez valamiket. Nem tudom, hogy miket. Most miért jött fel, de... Elengedjük. Jó, és itt van a field team leader. Over here. Aha, és akkor itt tudunk majd tábort verni. Hát ez meg mi az? Kulujakú. Oké. Hát ez egy ilyen érdekes valami, ami vázákkal dobál. Végül is ez is egy formája annak, hogy harcoljon. Csak hát nem tudom, szerintem nem legérényesebb ledobálni antikvázákkal, de ő tudja. Inkább adnál a piacon vagy valami. Aha, és akkor most nekem ezt le is kell vadászni. Őt be lehet vajon úgy követni? Aha, be, jó. És akkor hozzá is visznek a bogárkáim. Na, és akkor most merre? Arra? Jó, akkor menjünk arra. Néha nem tudom amúgy, hogy merre menjek, mert amikor így mondjuk ketté ágazik, vagy valami, akkor sose tudom, hogy most mégis merre kéne menni. Most Tarzant játszok. Aha, és ott is van. Hát elég hamar elvezettek hozzá, azt kell mondjam. Ezt is meg kéne kloffolni, úgy látom. Aha, még visítok. Jó van. Nem Tobira volt jó, de... De felvált. Na és akkor most... Nem tudom, ilyenkor úgy lesztánalódnak, vagy... Valami hasonló. De ilyenkor jól lehet őket ütni, úgyhogy nekem ez nem is probléma. Rendesen lehet látni, ahogy így... A bőrén felterik. Aha, már most elévet. Ó! Hát... Volt a kezébe valami, de úgy látom, hogy a hammerrel gyorsan meg lehetett oldani, hogy ne legyen. Mi ez a hammer amúgy csak ilyen való fegyver, ilyen itt egy porú. Szóval ezek a tollak, meg mindenféle dolgok is lehetnek nyomok. De úgy látom, hogy ezért a tollakért sokkal több dupláját kaptam a research pontoknak, mint a lábnyomokért. És akkor most bekövetjük. Most nem tudom, felment. És mindig el fognak rohanni, amikor haldokolnak, mert ugye a HP-jukat nem lehet látni, de gondolom, hogy ez a kis elszálló halálfejecske koponya, ez azt jelzi, hogy hát már nem sokáig húzza. És Texion, hogy azt mondta, hogy ez a játék nehéz. Hát eddig nem tűnik annak. Jó, persze még az elején vagyok, szóval még nem mondok véleményt. Felbúszoljuk a kis hammer-ö. Aztán adunk neki. Most meg valami tojás. Na, aztán megint ne. Ezt nem hiszem el. Most... Remélem amúgy ez nem lehet, nem fog ilyen sűrűn előfordulni, hogy egyet ütök rá és már elszalad, szóval... Ez a futkározás annyira nem íz ki.
úgy látom, hogy ezt a Clutch Clubot úgy nem is olyan érdemes használni olyankor, amikor nincsenek kiterülve, mert le is dobnak maguktól azonnal. Maga amúgy a Dodge System az nekem hasonlít a Dark Souls-hoz, bár lehet, hogy éppen azért tűnik egy kicsit egyszerűbbnek is a játék, mert ugye elég sokat Dark Souls hoztam, szóval annyira nem ismeretlen ez a terep. Hogy kerüld el, amikor... Nem tudom, gondolom ezek még ilyen nagyon korai szörnyek, hogy ilyen gyorsan meghalnak, de... Én nem is bánom, hogyha gyorsan meghalnak, mert... A Dark Souls-ba is mennyit szittem azt a játékot, amikor állandóan megölt minden. Minden is. Majd lehet, hogy arról is lesz amúgy egyébként videó. Mert megbeszéljük Stexivel, hogy hogyan legyen. Aztán most már mehetünk is vissza. Mondjuk tök jó, hogy nem kell visszamenni a táborig ahhoz, hogy vissza tudj menni a bázisra, hanem így is lehet csinálni. Hát ez nem adott túl sok mindent. A többinél eddig több dolgot kaptam. És nem tudom, hogy ez a szám ugye, hogy largest 901,24, ez most tulajdonképp mit is akar jelenteni. Hogy magának a szörnyeknek vannak ugye különböző méretei, még saját típusain belül is, vagy hogy működik ez. De majd úgyis ez is kiderül, minden kiderül. Na szerintem mára itt abba is hagyjuk. Ugye megtaláltuk a campsite-ot, lenyomtuk a kulujákot, úgyhogy szerintem így is ügyesek voltunk. Nem tudom, miért beszélek több eszámba. Na mindegy, ti is részt vettetek benne, mindenki, aki nézi. Adtátok az erőt, küldtétek nekem 6000-rel. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljatok minket. Azért, hogy még több ilyen tartalmat készíthessünk nektek. Szevasztok, srácok!